Legyen, mert a tuskók is kopnak, tehát ne kell mindig féket állítani, és amikor fék tuskók vannak, akkor a főjebb kezd el fogni, és ahogy fogjuk, akkor pedig azt a, tudom én, 30-40 centis tartományt be lehet vele járni, és akkor nem kell minden hétvégén féket állítani rajta. Ha egy intenzívet akarsz fékezni, akkor egy kétszer körbe kell. Nem, mert mindig úgy tartunk fogóra. Hallom azt, hogy mikor mér hozzá a tuskó, meg hát érzem. Aha. A határon van gyakorlatilag. Persze, mindig. De az legyen, hogy meg kell állni írni, és van a 10-20-30 évek, hogy ne keresen az őrül, hanem így fogunk vagyunk, és akkor itt tudom szabályozni, hogy mikor kell. Aha. Egy kicsit engedni, így a fáj az folyamatosan lejt, és ebben meg kell egy kicsit engedni, hogy ne tetszőjük be. És a pálya, meg ebben a levélhúzós időben, akkor is jobban oda kell figyelni, mert a fókát könnyen nem csúsz. Aha. Akkor ezért sem vagytok itt a témát. Nem feltétlenül, gyakorlatilag ez a levélhúzós idő a legrosszabb, pláne mikor esne is az eső, mert akkor nagyon csúsz. Most tényleg, amikor mit tudom, van mínusz 10 fok, de száraz idő van, akkor nincs gond, mert csontkál ez a pálya. Aha. Kedves, köszönöm!
nem is az nyomod, hogy föl felé. Thank you.